A műsorában köszöntöm németné dr. Nádas Dinóra ügyvédet, akivel ma egy nagyon kényes témáról fogunk beszélni. A, hoztam egy KSH statisztikai adatlapot, ami a házasságkötések és a vállások számát visszamenőleg 1900-ig taglalja, és csak felolvasnék egy-két számot ebből. 1900-ban 61 ezeren kötöttek házasságot, ezeren váltak el. És akkor még a Nagy Magyarországról beszélünk. Ugye azért nem, nem 9-10 millió ember lakta ezt az országot. 1960 88 ezer házasságra 16 ezer vállás jut. Ez még úgy azt gondolom, hogy egy, egy viszonylag elfogadható szám. 2001-ben már egy megdöbbentő számot látunk, 43 ezer házasságra 24 ezer ö, vállás jut és az a tendencia egészen 2009-ben is 36 ezerre, 23 ezer, tehát több mint 50 százalék, 60 százalék körüli a házasság és a vállásoknak az aránya, tehát ez megdöbbentően magas szám. Viszont egy, egy javuló tendencia mutat, egy 2021-es adat, 72 ezer házasságra, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szép szám, 18 ezer vállás. Ha csökken is a tendencia, ez egy tragikus egy társadalom életében, meg egy, egy ilyen kis mikroközösség életében, amikor egy vállásra kerül a sor. De a gazdasági egység mellett a legnagyobb feladat és egy problémát jelentő tényező az a gyerekeknek az elhelyezése. Milyen lehetőségek vannak egy vállásnál, mikor, mikor úgy, kétfél úgy gondolja, hogy talán másképp szeretnék élni az életüket. Milyen lehetőség van arra, hogy a gyereket kiviszi, kihagyja, kilátogatja. Ez most hogy áll most jelen pillanatban? szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye nem mindegy, hogy élettársak voltak, mert ugye anyáról, apáról beszélünk, nem feltétlenül a házasság, a házasság felbontásának intézményét az csak azon belül lehet, de a gyermek elhelyezése az ugye házastársak és élettársak között is ugyanúgy felmerülő probléma. Lehet, illetve nem probléma, ez csak egy megoldandó kérdés. Ha házasok voltak, akkor a szülői felügyeleti jog az az egyik, amiben meg kell állapodniuk. Tehát a házasságot bontunk, és egyességgel szeretnénk válni, mert a felek a kiskorú gyermek érdekeinek szemelő tartásával egyességgel bontják fel a házasságukat. Akkor meg kell egyezni, hogy kinél helyezik el a gyermeket, azaz a szülői felügyeleti jogot ki fogja gyakorolni. A gyermektartás díjat milyen összegben és kivállalja, milyen módon megfizetni. A gyermeknek a kapcsolattartás, a gyermekkel való kapcsolattartása a külön élő szülő Javára megállapítandó, illetve a házastársaknak a házastási tartás jogosultak-e vagy sem. Itt azt mondjuk, hogy aki önhibáján kívül önmagát eltartani nem képes, az jogosult rá. Ez azért nem olyan gyakori, nem gyakran érvényesített jog. És az utolsó közös lakóhelynek a használata. Erről körülbelül egy külön előadás lehetne tartani, csak az utolsó közös lakóhely használatáról. Hogyha csak élettársak voltak, akkor a gyermeknek elegendő a szülői felügyeleti jogát rendezni, akkor ugye nem kell házasságot bontani, és egyéb kötelékekből nem kell... ugyanúgy a bíróság megolni. dönt ebben is a gyerekek az elhelyezésében, hogy, házas, hogy nem a, voltak házastársak? A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról csak a bíróság dönthet hmm. jogerősen. A kapcsolattartást azt a gyámhivatal is jogosult rendezni. Tehát ha csak egyességgel szeretnének egy kapcsolattartást rendezni, mostantól... Nem akarok így beskatuljázni senkit, de hogy általában ez az apa, aki a kapcsolattartásra jogosult fél lesz, akkor a gyámhivatalnál is lehet egyességgel ezt rendezni. Ő nem dönt. Ha a bírósághoz megyünk, akkor ott ugye lehet egyességgel, illetve a bírósági eljárásban a bíró ítélettel is dönthet ebben, ha a felek nem tudnak egyességre jutni. És amikor a, a, az egyik szülőnél kerül elhelyezésre a gyerek, ugye ez mindig egy kérdés, hogy mi az, amiről az egyik szülő, milyen van vannak a döntése? Fogja magát és azt mondja, hogy most ami nagyon divatos, hogy kiköltözök külföldre. Meg sem kell kérdezni a, a másik felet erről? Vagy eldöntheti, hogy én el, elköltöztem a gyerekkel Angliába. Tehát a gyerek elhelyezés régen így hívtuk egyébként. Most még mindig így hívják, a, bárki is így hívja, hogy gyerek elhelyezés, de ez a szülői felügyeleti jog gyakorlása, ami nem azért mondom így, mert így hangzatosabb, hanem mert ez kétféle módon lehet gyakorolni. Lehet önállóan, és lehet kizárólagosan. Így használjuk ezt, hogy kizárólagosan, ami ugyancsak helytelen, mert hogy ha önállóan és lehet közösen is gyakorolni, ha önállóan gyakorolja valaki a szülői felügyeleti jogot, de nem kell a másik félnek megijedni, mert ha közösen, ha önállóan gyakorolják a külföldi életvitelszerű tartózkodásának a megválasztása, akkor is mind a két fél beleegyezését kívánja meg. Az, hogyha a kapcsolattartások alkalmával nyári szünetben, vagy bármely szünetben több hétre elviszi nyaralás céljából bármelyik fél a gyermeket, az a kapcsolattartás körében értékelendő a szülői felügyeletnél, ez a tartósan külföldre. Uh -huh. Vitele, ugye ez a jogellenes elvitele a gyermeknek, az egy hosszadalmas procedúra, hogyha másik fél hozzájárulása nélkül történik ez. De ez ugye ez nem olyan gyakori probléma, de egy iskola választásnál gyakori probléma. Ott is mind a két félnek a hozzájárulása kell. Tehát a törvény taxatíve felsorolja azt a néhány dolgot, amit egyébként a legfontosabbnak tartunk, Ezekben az esetekben mindig mind a két félnek a döntése és hozzájárulása kell, tehát nem kell attól félni, vagy az egyik fél javára egy önálló szülői felügyelet kerül meghatározásra, és nem közös. Mert azért, hogyha valaki több száz kilométerre lakik, mert ugye nem mindig maradnak egy városban a házastársak vagy élettársak, miután az életközösségük megszűnik, ha nagyon messze laknak egymást, akkor elég nehéz egy személyigazolvány készítésnél megjelenni, egy iskolai kirándulásra Elengedni, hozzájárulni, aláírni. Tehát én nem tudom valamiért, így félnek az emberek önálló szülői felügyeletet biztosítani a másik félnek. Azt hiszik, hogy ezzel elzártak lesznek a gyermektől. De azt a kapcsolattartás körében kell szabályozni. És hogyha elköltözik egy szülő 300 kilométerre, hogyha önállóan gyakorolja ezt a jogát, akkor a, a mondok, kevésbé ö, bekapcsolható szülőpár az nem dönthet az iskola választásba, a melyik táborba megy. Tehát akkor ilyen szinten ő ezért ebben nincs benne, ugye? Hát tehát... igen, hogyha ha az elköltöző fél, akivel a gyermek is utazik, és életvitelszerűen más adják meg a lakhatásukat, ott a, 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 gyermeknek ugye beleszólása nincsen, tehát megy a szülővel, főként ha pár hónapos vagy pár éves kiskorú gyermek még, ha iskolaválasztás van, akkor az édesanyja beiratja ott az iskolába, ahová elköltöző, és sajnos vagy nem sajnos, de ha azért megy el az édesanyja, mert a megélhetése ott biztosított jobban, ott kapott munkahelyet, ott tudott elhelyezkedni, ott van egy társadalmi megbecsülése, akkor ezt támogatja a törvény is. Uh -huh. És sajnos a kapcsolattartásra jogosult fél, tehát aki elmaradt több száz kilométerre, őt terheli a jogszabály alapján, ettől eltérően meg lehet állapodni. A költségei, a költségviselése ezzel kapcsolatban, ami felmerül, azért néha 300 kilométert nem csak időben, hanem anyagilag is megterhelő lehet a másik félnek. Ilyenkor, ha együttműködő a másik fél, akkor megteszik, hogy félúton találkoznak, de ezt nem írja elő a jogszabály. Tehát ezek általában egyességgel működnek. Mi történik akkor, hogyha nem önállóan? Most van egy olyan új lehetőség, hogy váltott szülői felügyelet. Váltott gondoskodás. Fel, igen. gondoskodás. Ez, ez azt jelenti, hogy hogy megegyeznek, és közösen gondoskodnak ezentúl a, a gyerkőcről, vagy gyerkőcökről, és akkor egyik héten itt, másik héten ott, vagy közösen adják össze a költségeiket, és ilyenkor kifizeti a gyerektartást. De, vagy van -e egyáltalán uh -huh. egy ilyen gyerektartási? Tehát közökés? a váltott gondoskodást kizárólag a közös szülői felügyelet mellett lehet gyakorolni. Ha van egy közös szülői felügyelet, a vonatkozásban is most történt változás, mert eddig, ha valaki kizárólagos szülői felügyeletet akart, a másik közös szülői felügyeleti uh -huh. jogot akart gyakorolni, akkor mindig a bíróságnak kizárólagos önálló szülői felügyeleti jogot kellett adni, mert közöset csak közösen lehetett kérni. Így konszenzus kell. Igen, megjön. most január 1-től közös szülői felügyelet iránti kérelemmel az egyik fél is előállhat, és a bíróság ebben dönthet. Uh -huh. Ez az egyik dolog. Ha már közös a szülői felügyeleti jog, vagy azért, mert ítélettel így rendezték, vagy azért, mert az egyességüket jóvá hagyta a bíróság, és ők közös szülői felügyeleti jogot gyakorolnak, akkor dönthetnek úgy, hogy egy váltott gondoskodást kérnek. Az az ilyenkor ugye általában nincs értelme okafogyottá válik, mind a gyermektartás díjfizetése, de nem zárja ki, mind a kapcsolattartás, hiszen váltott gondoskodás van, azaz időtartamban ugyanannyit van, mind a két félnél. Ez lehet heti bontásban, vagy két heti bontásban, vagy három nap, négy nap, aztán négy nap, három nap. Tehát ezt a felek egyelően feloszthatják egymás között, hogy egyik héten, másik héten, páros héten, páratlan héten. Ugye a gyermek ilyenkor vagy az egyik szülőnél van, vagy a másik szülőnél van, vagy mind a kettőnél van egy-egy gyermek, vagy egy szülőnél van a két gyermek, akkor ugye ez is egy nehéz helyzet, hogyha egyik héten itt van a gyermek, a másik ott, és legközelebb cserélnek, akkor mikor találkozik a két a gyermek együtt. Uh -huh. Tehát ezért lehet közöttük rendezni másként a kapcsolattartást, hogy hogyan találkoznak. De a gyerektartás így, mint olyan indokolatlan, ha csak nem, pont azon a héten merül fel mindig az a kiadás, egy lovaglás, egy, egy olyan, vagy egy, egy olyan hobbi, ami, ami több pénzt őröl fel, mint mondjuk, amíg a másik félnél van. De ugye ilyenkor együtt finanszírozzák, amit. Amúgy is együtt kellene az ilyen szemüveg, vagy ha egy gipszet kap a gyermek, vagy egy, egy fogszabályozó. Tehát egy, egy bármilyen olyan nagyobb kiadás, ami, ami egy fiatalkorúnál felmerülhet, azt mindig együtt kéne, mert azt azért a gyerektartásdíjban előre beszámítani nagyon nehéz, amikor megállapodunk. De a váltott gondoskodás az most 2022. január 1-től van, ugyanúgy, ahogyan a közös szülői felügyeletet is így, lehet indítványozni. És hogyha a váltott gondoskodásban megegyeznek, hogy egy hét, két hét, ezután egymás közötti konszenzus, hogy ezt hogy alakítják, vagy ez egy leírt ez szabály? Ez egy leírt, leírt, leírt szabály. szabály, ez pontosan ugyanolyan, mint a kapcsolattartás. A kapcsolattartást is mindig elszoktam mondani, hogy ezt vagy szabályozzuk, vagy nem. Ha szabályozzuk, akkor páros, páratlan hétvégén, hétvégén vagy esetleg hétközben is biztosítunk egy napot, ott vásárol le vagy sem, hány órakor kell elvinni, kinek a jelenlétében, honnan és hány órakor kell hazavinni a kapcsolattartás végével, kinek lehet átadni a gyermeket, vagy vannak felügyelt kapcsolattartások, amikor ugye intézményben lehet a gyermeket csak, mert nem viheti el a másik szülő, ezek mind-mind külön rendelkezések. De ilyenkor nem elegendő egy folyamatos kapcsolattartás rendezése. Tehát az, hogy minden második hétvégén, vagy minden hétvégén akár egy nap, vagy a gyermek igényei szerint kellene ezt egyébként szabályozni, nem a, a szülők igényének megfelelően. Kimondod a kulcsmondatot, hogy szerintem ebbe az egyik, aki legjobban szenved ebbe az egész történetbe a gyerek. A gyereknek hol Igen. van ebbe joga vélemény nyilvánítani, meghallgatja -e valaki, hogy szeretne dönteni. Tehát ez egy, ez egy mert én emlékszem, hogy régen azért nem nagyon volt lehetőség, illetve akkor korhoz kötötték az, hogy mikor hallgatták meg a gyereket. Most meghallgatják a gyereket, hogy ő mit szeretne? Hát a törvényben most is van itt egy ilyen 14 éves korhatár, de de nem, nem, nem szeretjük feltétlenül a gyermeket egy ilyen helyzetbe beleállítani. Elsősorban szeretnénk, ha a szülők egy olyan egyességet alakítanának ki, ami a gyermek érdekében áll. Nyilván egy szombati kapcsolattartás, ahol azt indítványoz az egyik fél, hogy reggel hétkor vinni, és este kilenckor viszi haza, melyik gyerekkel fel reggel hétkor szombaton, aki már pont úton szeretne lenni. Tehát ez az egy ritkább változat. Tehát jó lenne, hogyha a szülők mind a szülői felügyeleti joggyakorlásban, mind a kapcsolattartásban, a gyermeknek az érdekeire tekintettel, szeretnék rendezni, az értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének megfelelően szeretnék gondozni. Azért ez a váltott gondoskodás is csak úgy működhet, ha ugyanazokat az értékeket vallják a szülők, ugyanazokon a nevelési elveken, tehát attól, hogy a házasságuk végérvényesen és helyrehozhatatlanul megromlott, attól még a gyermek érdekeit lehet továbbra is ugyanolyan módon figyelembe venni és ugyanúgy támogatni. És ugye a kapcsolattartásban nem csak ez a személyes kapcsolattartás van, hogy van ez a folyamatos kapcsolattartás, meg az időszakos, az ünnepek, ugye téli szünet, őszi szünet, nyári szünet, tavaszi szünet. A téli szünetben még külön szoktuk azt is szabályozni, hogy karácsony első napja, második napja, a szilveszteri szakája, tehát ahol nincs egyesség, ott tényleg mindent kell, mert, mert nem tartják be a felek, és akkor meg lehet mutatni, hogy ott van az ítéletben, ezt kell betartani. De lehet telefonos úton való kapcsolattartás, vagy Skype-on. Tehát a kapcsolattartásnak sokan kérik azt a módját, hogy oké, okay, akkor én csak szombat-vasárnap viszem el, de én most így hirtelen kikerültem a gyerek életéből, nem tudom, mikor hívhatom, mikor ér haza. Akkor a keddi nap mondjuk, akkor ismerjük az anya programját, a gyerekprogramját, az apaprogramját, hogy akkor kedden délután 4 órától 5-ig van egy ilyen telefonos kapcsolattartás. Amit jó lenne, a másik fél nem akadályozna, mert gondolom azért alakították ezt így ki, mert a gyereknek erre szüksége lenne. Most egy pár éve azért már uh, uh, ügyvédkedsz, jó pár éve, és nyilván van benne tapasztalatod, láttál jót, rosszat. Mi a tendencia? Mert én azt gondolom, hogy ez, amiről most beszélsz, ez a váltott gondoskodás, ez egy nagyon jó intézmény lehet. Nyilván kell hozzá civilizált ö, ö, ember, aki ezt gyakorlatilag a gyerek érdekében ezt megteszi. Nyilván kompromisszumokkal jár, de merre tart ez a, a történet? Mert nagyon régen, én, én gyerekkoromban nem nagyon volt ez divat, még a közös szülői felügyelet sem. Ott maximum apák szombaton délután elvihették egy fagyira a gyereket, és suszpassz. Most azért látszik azért, hogy fejlődik ez a társadalmi modell is, hogy én azt gondolom, hogy hogy ez egy jó irány lehet, aki tényleg úgy gondolja, hogy akkor az életét már másképp szeretné élni. Én úgy gondolom, hogy az apák egyre nagyobb szerepet vállalnak a gyereknevelésében. Innentől kezdve sokkal inkább kötődnek a gyermekhez, és sokkal jobban hiányzik nekik az a program, amit már együtt szoktak tölteni. Tehát az, hogy hogy miért romlik meg egy kapcsolat, és hogyan lesz annak vége, hogy egy folyamatos éveken át tartó elhidegülés, amikor már kialakulnak ezek a külön programok, amik utána ugyanígy betartandóak, nyilván akkor ők így is kérik majd szabályozni. Vagy egész egyszerűen annyira jól működik ez a bevett gyakorlat, hogy azt mondják a bíróságon, hogy az öt járulékos kérdésből ezt például nem is akarják rendezni. A kapcsolattartás az továbbra is működjék úgy, ahogyan az eddig. Előzetes megbeszélés alapján ők mindig meg tudták ezt ö, beszélni a gyerekkel és egymással is. De azért nem, nem ez a jellemzőbb, és ö, ami talán a legnehezebb ilyenkor, hogy megértik az emberek, hogy amíg nem váltak el, vagy a szülői felügyeleti jogot a bíróság nem rendezte ítélettel, vagy az egyeségüket nem hagyta jóvá, addig közös a szülői felügyelet. Magyarul, amelyik először ér oda az óvodába annak a gyermeket ki kell adni. És amikor a gyermek nem tudja, hogy kiérkezik, nyilván ez a nevelőnek is egy nagyon ö, komoly nagyon nehézséget okoz, igen, és nagyon lehetetlen helyzetbe hozzák azzal, bizony, aki először odaér, nincs egy ítélet, amit mondhatna a nevelő is, hogy jó, de ki gyakorolja, mert akkor annak odaadná. A másiknak meg a kapcsolattartás idejében akkor kiadja. Mert van, aki nem otthonról viszi el péntek délután négykor, hanem az óvodából, és akkor vasárnap meg a, oda viszi vissza, ahol életvitelszerűen lakik a gyermek. És ugye az, az óvodába is, amikor így ki kell adni a gyereket, a másik szülő megérkezik öt perc múlva, és hát nyilván pellengér az, az intézményvezetőt, vagy a, az óvónőt fogják Tenni, ami, ami nehéz, kellemetlen utána egy kapcsolattartás egy gyerek elhelyezés szülői gyakorlása iránt indított perben. Jönnek az óvodás gyermekekre gyakorolt hatások. Jönnek az óvónőknek a meghallgatása, az intézmény írásban véleményt kell kérni, hogy melyik szülő az alkalmasabb a gyermek nevelésének ellátására. Megromlott egy házasság úgy döntöttek, és pont ez a játék megy, hogy kiírod először az óvodába. Gondolom a bíróság szempontjából is egy prioritás, ezt minél gyorsabban lezárni. Mennyi egy ilyennek az átfutási ideje? Amíg azt mondjuk, hát... hogy olyan döntés születik, hogy rendben van, szabályozott keretek közé került ez a kényelmetlenítés. Ideiglenes intézkedés nagyon szűk körben lehet kérni a bíróságtól. És ezt, hogyha a gyermeknek ne, nincs veszélyeztetve az érzelmi, erkölcsi fejlődése, és ezt nem bizonyítjuk ott rögtön azzal a beadványjal, amiben kérjük az ideges intézkedés iránti kérelmet, akkor azért az elutasításra kerül. Tehát ott igen nagy bajnak kell lenni ahhoz, uh -huh. hogy a bíróságnak első ránézésre egyértelművé váljon, és kétséget kizárólag megállapítható legyen az, hogy itt és most a gyermeknek ideiglenes intézkedéssel elrendeli, hogy melyik fél gyakorolja vagy egy kapcsolattartást. Vagy a gyerektartásdíjat, mert azért azt látom, hogy hogy az nagyon sok helyen gondot okoz. Tehát egyik két fél keresett, és a gyermeket együtt ellátták, és egyszer csak egyik fél marad a gyermekkel, ez vagy anya, vagy apa. Ott marad a gyermekkel egy háztartásban, és a másik félnek a bevétele hiányzik, és nem mindig tudja egyedül ellátni. És ilyenkor a díjat a távozó fél valamiért sokszor úgy érzik, hogy majd ha egyszer lesz ítélet, akkor fizetik. Uh -huh. És ugye a gyerek szükségleteit kell ilyenkor figyelembe venni, a felek jövedelmi viszonyait, de ezek azért hosszú hónapok meg évekig eltartanak. Én azt látom, és ilyenkor eredményen lehet ideiglenes intézkedés iránt egy kérelmet benyújtani a bíróság felé, keresetlevéllel együtt, de az ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel, hogy a gyerektartás díjat ennyi és ennyi összegben állapítsa meg. Aztán utána majd bizonyugatjuk még hónapokon keresztül, hogy mennyi a tényleges szükséglet, és kinek mennyi a bevétele. Sokszor nem is tudják a másik félnek mennyi a jövedelme, úgyhogy hiába mondom én, hogy 15 és 25 százalék között lehet a bíróságon érvényesíteni. Tegyük föl, hogy van egy tehetős nagyvállalkozó apa, és van egy anya, aki, aki, vagy saját akaratából, vagy éppen javasolták neki, hogy költözön el, mert neki má, a apának mondjuk más elképzelése van az életre. Anya elköltözik egy albérletbe, mert nem tud hova menni, éppen mondjuk pár éve ment ki a, a gyes kebléből, Ebben az esetben a bíróság mérlegelje azt, hogy őt egy egy szoba konyhás lakásban lakik albérletben, és az apánál meg ott van egy 100 milliós ingatlan, meg hat autó. Mérlegeli -e így a bíróság, hogy, hogy ott milyen anyagi körülmények között él, vagy ez minőségi, vagy lehet-e döntési alap? Hát ez ugye két járólékos kérdésben értékelendő, ez az utolsó közös lakóhely. Egyrészt a gyermektartásdíj vonatkozásában a szülőknek a kiadása körében, hogy a jövedelmi viszonyaikhoz képest mennyi a kiadásuk, és akkor mennyi az, ami a gyerek életben tartására, vagy a létfenntartásához szükséges. A másik pedig az utolsó közös lakóhelynek a használata. Mert azt rendezni kell, azt akkor is rendezni kell, ha albérletben laktak utoljára. Uh -huh. Meg akkor is, ha egy-keter egy, egy vagy más tulajdoni hányadokban tulajdonosai az ingatlannak, meg akkor is, ha csak az egyik tulajdona. És csak a használatot. Hogyha van tulajdoni hányad a másik félnek az ingatlanban, akkor az egy többlet használati díjra adhat uh -huh. alapot, ami azt jelenti, hogy mivel ő már nem használja az ingatlant, nyilván itt a bíróság azt is viz vizsgálja, hogy önként is a visszatérés szándéka nélkül uh -huh. költözötte uh -huh. el, uh -huh. vagy csak túl alacsony az inger küszöbe, vagy egy harmadik fél belépett, vagy. Tehát egy csomó körülményt. Ugye azért itt nagyon sokszor feljönnek olyan körülmények, hogy agresszió, kisebb fokú bántalmazás, akár lelki terror, vagy alkoholista életmód, vagy valami olyan, amivel egyszerűen a másik fél nem tud azonosulni, és így nem tud tovább ott élni. Azért, ha, ha bizonyítja eredménnyel azt, hogy ö, ö, neki nem felróható az, amiért az ingatlanból távozott, és otthagyta az otthonát, akkor többet használati díjra jogosult. Amit nyilván szakértő állapít meg, ha nem tudnak ebben megegyezni, de az egy albérleti díj, kell felfogni, és annak a tulajdoni hányadának megfelelő arányban jogosult attól a féltől kérni, aki ott maradt az ingatlanban. Egészen addig, amíg meg nem osztják mondjuk a, de, de a vagyonközösséget. De ezt a házassági bontóperben nem lehet. Tehát az új jogszabályok már nem engedik azt, amit a régi PTK-ban még úgy váltunk, hogy az ingókat legalább meg kellett osztani. Most már semmilyen vagyonjogi igényt nem lehet. Tehát ezért van az, hogy az utolsó közös lakóhelynek csak a használatát rendezzük, és nem az, hogy ki váltja meg a másiktól, ki fizet kinek, mikor, mennyi időn belül, miből, hitelből, vagy sem. Ez egy külön vagyonjogi megállapodás, vagy egy külön közös tulajdon megszüntetése iránti perben lehet érvényesíteni. Tehát itt most csak a használatában kell megállapodni, ami ugyancsak lehet egyébként közös, kizárólagos vagy osztott lakás használat. Bármilyen elképzelhetetlen egyeseknek az ö, osztott lakáshasználat és a közös lakáshasználat is, hogy működik-e, azt nem tudom, de sokan kell, hogy ezt válasszák, uh -huh. mert ö, egyszerűen nem anyagi óka van annak, hogy nem tudják megoldani, hogy, ö, hogy kiváltsa meg a másiktól. Ezt a perben nem lehet. A megváltás iránti kérelmet előterjeszteni, mint ahogy a többlethasználati díj iránti igényt sem. Tehát a házassági bontóban csak a használatot. De azt igen. És azt, hogy osztott lakás használatban maradnak, tehát csinálnak két bejáratot az ingatlanra, vagy van egy alsó szint, meg egy felső szint, és meghatározzák, hogy ki mit jogosult használni, ha közösen ott maradnak mert egy bejárati ajtó van, akkor elmondják, hogy a bejárati ajtótól lévő balra található szobát én használom, a másikat a felperes, a konyha közös, a spejsz közös, a fürdőszoba 8-9-ig alperesé, 9-10-ig felperesé, és így le kell ezt szabályozni, mert a bíróság addig nem engedi, amíg kézzel le nem rajzoljuk a kis térképünket, vagy el nem mondjuk így részleteiben, hogy ki melyik helyiséget mikor használhatja. A kizárólagos lakás használatnál meg ugye vagy az egyik fél marad benn, vagy a másik fél a gyermekekkel együtt bent marad. Tételezzük föl, hogy a, a, a képletes, nevezük Anikónak 35 éves, elköltözött albérletbe Jancsival és Juliskával és a férje az meg ebbe most nyilván öröm volt, vagy éppen a vállófélben lévő férj örömét lelített, ő a, a, megmaradt a vagyonban, Anikó a Jancsival és Uliskával viszonylag szegénységben egy szobakonyhába van, és elindítják a, válópert. vállópert. Megkeresnek egy ügyvédet, az elfogadja, elvállalja az ügyet, és nyilván ilyenkor, akkor ilyenkor kell eldönteni, hogy ő önállóan, szeretné ezeknek a gyerekeknek a gondoskodását, vagy pedig, vagy pedig a közös szülői felügyelet. Anikó nem szeretné, hogy, hogy közös szülői felügyelet, legyen, de Lajos, aki, Gazdag és nyilván visszaél ezzel a, az arrogánsan, ezzel a hatalmával, azt mondja, hogy közös szülői felügyel. Ebben az esetben miről dönthet a bíróság? Megadhatja Lajosnak a kérése szerint, vagy pedig mérlegeli ilyenkor, hogy mi vezetett idáig, hogy az együttélésük nem volt úgymond harmonikus, hogy akkor véletlenül a gyerekek nevelésében se volt harmonikus? Hát szerintem ilyen pernek még jogerősen nem nagyon lett vége, uh -huh. mert ugye január 1-től lehet ezt kérni. Uh -huh. És, és nyilván eddig is indokolt volt az, hogy a jogszabály, a jogalkotók ezt nem engedték, vagy nem tették lehetővé. Hiszen, ha még abban se tudnak együttműködni, hogy közös legyen az a szülői felügyeti jog, akkor utána miben fognak tudni Igen. együttműködni? Igen. Tehát annak meg nincsen értelme, hogy állandóan egymás bajszát húzogassák, és még egy eszközük legyen erre. Tehát, hogy sehová ne tudjon az az anyuka megindulni a két gyerekkel. Mert Jancsi és Juliska még egy táborba sem mehet el, ha Apuka nem írja alá. Mert az életközösségük megszűnt, erről ugye van papírjuk, de arról, hogy a gyermekeknek a másik szülői fegyet, jogot gyakorló szülőhozzájárulása mindig kell, ez egy csomó mindenben akadályozhatja a másik szülőt. De nyilván ő most már indítványozhat, tehát ez lett most az új jogintézmény. De nyilván a, a, az, hogyha most valahol szabályozva van már, van egy kizárólagos vagy egy önálló szülői felügyeleti joga anyukának, és apuka most meglátja a hírekbe, vagy bárhol, vagy olvas utána, hogy mi ez a váltott gondoskodás, és ő most indít egy pert, hogy ez milyen jó, mostantól nálam lesz egy hetet, nála egy hetet. Ez mint ahogy az összes járulékos kérdésre igaz, úgy ebben a témakörben is, hogy csak akkor lehet bármilyen pert indítani, ha már egyszer volt benne egy ítélet, ha olyan a körülményekben olyan lényeges változás áll be, amit a bíróság tud értékelni. Uh -huh. Tehát a jogszabályváltozás az nem indokolhatja azt, hogy akkor most megváltoztatjuk a gyermek felett ellátott gondozást. Tehát akkor a 21-ben született egy döntés, és azóta semmi radikális olyan változás nem állt be, nem lehet elindítani, úgymond akár ezért a kedvezménye, vagy véletkedvezménye, Igen. hogy, hogy váltott gondoskodásban... Igen. vagy amely perek már megindultak, de mondjuk szünetelnek, uh -huh. és 2022-ben újraindultak, Mm -hmm. akkor ott sem lehet. Tehát ott sem lehet. Igen. Igen. És eddig idő még Anikó önálló gondoskodást akar, és Lajos a váltottat, mondjuk 22 be indul a, a bontóperük. Amíg ez húzódik, addig ugyanez a szituáció van, hogyha nincsen túl nagy, úgymond balhé, hogy aki előbb odaír az óvodába, az viszi? Illetve akkor Igen. ez mennyi ideig mert húzódhat? mert ez egy közös szülői felügyelet. Ugye ha házasok voltak, akkor van még... Három járólékos kérdésemben tuti nem egyeznek meg, mint a gyerektartásdí, mert ugye az egyik akar, Anikó ugye akarja a gyerektartás díjat, mert Jancsi meg Juliska enne valamit. Ő meg nem akar gyerektartás díjat fizetni, hiszen ő váltott gondoskodást akar. Uh -huh. Egy hét, egy uh -huh. ott, miért is fizetne? Hiszen itt akkor már nincs az, ami a jogszabályban uh, ilyenkor alkalmazandó, hogy az egyik természetben tartja, a másik meg anyagilag uh, segíti. Úgyhogy gyakorlatilag uh, igen, ilyenkor megy ez a uh, kiér oda előbb, és nem hiszem, hogy a gyermek érdekét szolgálja, mint ahogyan az sem, hogy ezeket a gyerekeket mindelőbb utóbb szakértőhöz kell vinni. Tehát azon túl, hogy itt nem is kell különösebben kikutatni, hogy milyen bizonyítási indítványokkal álljunk elő, hiszen ezekben a személyállapotot érintő perekben a bíróságnak hivatalból bizonyítást kell lefolytatni. Tehát ha én nem kérek környezettanulmányt, akkor is elrendeli a bíróság, megnézi mind a kettő félnél, hogy milyen módon biztosított a gyermeknek a lakhatása a szülőket, a gondozókat, a gyámhivatalt, a gyerekorvost, a védőnőt, a, akik a gyermek életében e, részt vesznek nagy szülőket, e, meghallgatják, írásban. Ez egy e, nagyon mocskos így, tőlük. így tud válni már a. Végén. Hát és ugye utána meg szakértőzi kecskemét, Budapest. Van olyan kisgyermek, akinek önmagában már az megterhelő, hogy el kell menni egy két kéttoroszás útra. Nem minden gyerek van úton elmennek, ott van anya, apa, külön fotába, egy valamit érez, hogy nagyon fura, hogy most az elmúlt öt napban megkapott mindent, amire az elmúlt négy évben vágyott, uh -huh. bemegy ugye a szakértőhöz, és amikor kijön, egyszerűen nem hiszik el a szülők, hogy ezek a gyerekek tényleg annyira próbálnak mind a két félnek megfelelni, és olyan lehetetlen helyzetbe hozzák őket, hogy mind a kettő elmondja, hogy de de azt mondta, hogy velem szeretne élni. Aha. Ezek a gyerekek tényleg mind a kettő szülőre azt mondja, hogy vele szeretne. Mert de mind egyszerre. a kettőt ugyanúgy szereti. Aha. És hogyha a szülők ezt megértenék, hogy hogy a gyermek tényleg mind a kettő szülőjét szereti, mind kettőhöz ragaszkodik, és ő mind kettővel ugyanúgy szeretné tovább a programokat, és ő egyik szülőt sem akarja nélkülözni, de ő nem tudja ezeket kifejezni. Nyilván a szakértőnél van egy lehetőség arra, hogy beszélget a gyermekekkel, de ott azért inkább rajzok készülnek, mesék útján deríti ki a szakértő azt, hogy, hogy ki az, akihez talán jobban szeretne a gyermek tartozni így a mindennapokban. De hát ilyenkor a másik fél az meg sérelmezi, a gyerek fejére rója, akkor fél elmenni. Van olyan gyermek, akinek már a kapcsolattartás előtt két nappal fáj a hasa, nem akar menni. Ezeket ugye mind csak tetézi, hogyha valahol új kapcsolat van. Esetleg az új kapcsolat hozott gyermekeket. Akik annyira nem jönnek ki jól a kisgyermekkel, akkor ott is meg kell nézni, hogy melyik hétvégén vigye el, ami, ami a gyermeknek jó. Ami még nagy félreértés úgy gondolom, hogy a, azt gondolják, hogy amikor a, a puka elviszi kapcsolat, és nagyon sokszor hallom ezt és sérelmezik az anyák hogy apa elvitte a kapcsolattartást, és hogy képzeljem el, hogy nem is az apukával volt a gyerek, hanem az anyjával. De hát a nagyszülőknek külön van kapcsolattartási lehetőségük. Az igaz, hogy a nagyszülők ezt nem szokták így a De akkor apa nem adhatja át a... De, tehát nyugodtan vigyázhat rá a nagyszülő, mert egyébként őnek is saját jogán is lenne erre kereshetősége. Az egy dolog, hogy a nagyszülők nagyon ritkán szoktak beadni kapcsolattartás iránti kereseti kérelmet. Mert van egy jogszabály, van egy paragrafus, egy bekezdés, amire ő hivatkozva bizony kérhetné, hogy havonta egyszer, vagy akármilyen rendszerességgel a gyermeket láthassa. Tehát ez nem helyes, hogy kifogásoljuk azt, hogy nem a 24 órában van az apukával. Mert azért lássuk be, amíg együtt, együtt azt a gyereket, addig sem mindig az anyával, meg az apával van. És olyankor mi a helyzet, amikor Anikó és Lajos már, már lenyugodott a történet, és mondjuk éppen Lajosnál van a, a Jancsi és Juliska, és mondjuk az új ö, csaj vigyáz a Jancsira és Juliskára. Lajos átadhatja a felügyeleti jogot az ő idejében, mondjuk az új barátnőre, vagy a, a szomszédnak, vagy vagy ez hogy működik ilyenkor? Hát nyilván az akkor lehet sérelmezni, és eredménnyel fellépni egy ilyen felvigyázóval szemben, ha az a gyermeke érdekében nem áll, veszélyezteti, hát ez is... mondjuk. De hogyha a gyerek boldogan megy haza, míg a az új asszony vigyázott rájuk, boldogan hazamegy, és mesélik anyának, hogy nagyon jó napunk Csak volt. Csak ezt rossz a másik oldalon. Igen. És a másik szülő, hát egyrészt baromi nehéz helyzetben van, hogy fogát össze szorítva végighallgassa, és azt mondja, hogy végül is ez a lényeg, hogy a gyerekemnek egy jó napja volt, uh -huh. elvitték horgászni, vagy elvitték strandolni, vagy elmentek egy fagyi és tényleg egy, egy érdemben időt töltöttek a, az ő gyerekével, amivel örömet okoztak neki. Most az a szülő, aki ezt nem tudja így értékelni, hogy akkor minek viszi el, ha csak azzal nővel, akkor miért nem hagyja itthon. De hát a kapcsolatotás be van szabályozva, oda kell adni, neki el kell vinni. Akkor, akkor hogyha jön ez a másiknak a szidalmazása, akkor a gyerek utána, ha megy, általában így elhalkulnak, mert azt nem akarják mondani, amit a másik szülő a másikra mond, vagy az új élettársra, vagy az új kapcsolatra, de előbb-utóbb megromlik a kapcsolat. Uh -huh. Így vagy úgy, vagy az új párral, vagy a saját szülőjével kapcsolatban, vagy otthon. Mert otthon sem merik legközelebb elmesélni, mert mikor utoljára elmondta a gyerek, hogy milyen boldog, akkor anyukának patakokba folytak a könnyei. Uh -huh. Tehát előbb-utóbb a gyerekekben alakulnak ki a gátlások. Tehát mire a felnőtt feldolgozza addigra a gyermek tönkre mehet ebbe a hosszú hónapokon, éveken át tartó vívásban. Én azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek megvan a joga, hogy döntsön úgy, hogy, hogy nem működik. Én is, azt is gondolom egyébként, hogy az még mindig jobb, akár egy gyerek szempontjából is, mint hogyha Igen. egy, egy lappangó olyan feszültségbe éli az életét, ami mérgezi mindenkiét. Abba ugyanígy szenved a gyerek. Nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy a, a legjobb és az ideális, amikor meg tudnak egyezni emberek. Tehát valaki, ezek az emberek egyszer szerették egymást. Tehát kell annyira felnőttnek lenni, hogy már nem róluk szól a történet, hanem van egy közös, vagy kettő-három közös portéka, amit Igen. létrehoztak a jövőnek. Én úgy gondolom, hogy mindent el kell követni szülőknek, és neked, mint aki ügyvédként ehhez asszisztálsz, és említetted egyszer egy magánbeszélgetésben, hogy nagyon sokszor megegyeznek ott, mert egyszerűen felvázolod nekik, hogy milyen, milyen problémákkal, milyen feladatokkal szembesülnek, hogyha ez elindul és nem tudnak megegyezni. Én azt gondolom, és említetted is, hogy sokan visszafordul, vagy visszafordulnak, vagy elindulnak egy Igen. megegyezés felé. De Igen. szerintem ez így, ez így normális. Én azt gondolom, hogy a tőlem terhetőt megteszem. Néha talán már lehet, hogy sok is, akik ott ülnek, tehát gyakorlatilag azért kérnek időpontot, megromlott a házasságuk, fel akarják bontani, írjam már azokat a papírokat. Uh -huh. Ne kérdezősködjek, ne próbáljam megoldani. De de mivel annyi sikerélményem van ezzel kapcsolatban, én így nem tudom ezt kihagyni. Tehát én feltétlenül meg fogom kérdezni, akárki kér oda időpontot, hogy biztosan helyrehozhatatlanul megromlott-e az a házasság, vagy most van egy konfliktus ami miatt úgy döntöttek, hogy egyik balra, másik jobbra. Tehát, és kérik azt, hogy, hogy akkor egyesége váljunk ed akkor most rögtön, és a többi. De hát két hete élnek külön. Ezeket nem tudom, nem arra akarom őket rábeszélni feltétlenül, hogy hétfőn költözzenek újra össze, és próbálják meg, hogy mi lenne akkor, ha egy kicsit figyelnének egymásra, vagy új uh, hobbit, vagy bármit bevezetnének az életükbe, amitől esetleg a kapcsolatukban újra egymásra találnak, hanem hanem megpróbálom azt megértetni, hogy van öt járulékos kérdés, aminek nem tudunk eljárni, és nem tudunk elválni, nem tudjuk a házasságokat felbontani. Ezt az öt kérdést kell, hogy soroljam, és most egyikre se tudnak válaszolni. Uh -huh. Fogalmuk sincs, hogy mi a gyereknek a havi szükséglete. Fogalmuk sincs, hogy reggeli órai ebéd, uzsonna és vacsorára a gyerek mennyi forintért eszik. Mennyi sampont veszünk uh -huh. neki, hány forint a havi szappanadagja, és mi az, ami a gyermeknek a szükséglete körében felmerül. De nem nem csökkenhet ez, a, ez a, az eddig ráfordított. Az, az, ő életminősége nem csökkenhet. Tehát halljuk a városi legendákban, hogy van akinek 25 ezeret fizetnek, van akinek 80-at, meg 180-at, azt nem a bíróság ítéli meg a 80-at, meg a 180-at, az egyeség útján születik. Mert belátják azt a felek, hogy ennek a gyereknek a havi külön órái, a bérlete, a, a hobbija és egyéb költségei, a, az étrendje, mert vannak olyan étrendet eszik, ami többe kerül, mint más gyereknek az összes angol órája egy hónapban. Ha ezt ők tudják, és belátóak, és együtt összeszámolják, akkor rájönnek, hogy az, hogy 25 ezer, vagy 70, vagy 85, a saját gyerekükre egyiket sem lehet ráhúzni. Bizony, hogyha összejön egy kiadás, havonta, de ebbe bele kell nem számolni a víz, villany, gázszámla, stb. Ha még nem is oldotta meg máshogy a lakhatását, honnan tudja mennyi lesz a havi kiadása? Mert azt el kell osztani annyival, hányan egy háztartásban élnek, és akkor azt is hozzá kell adni, mindazonáltal, hogy amit a gyermek eszik, amit a gyermeknek tisztálkodási eszközöket, osztálypénzek, csoportpénzek, kirándulások, színház és a többi. Tehát azokat a dolgokat be kell gyakorolni, amit egyeségbe szeretnénk rendezni. Ha még nem tartottunk kapcsolattartást, meg két héttel ezelőtt még egy háztartásban éltünk, akkor fogalmunk sincs, hogy a mi gyerekünknek. Az én értem, hogy ő neki minden második hétvégén lenne a praktikus, mert pont úgy van beosztva, de az nem biztos, hogy a gyereknek pont nem azon a hétvégén van az az egy elfoglaltsága, amit csak ott helyben lehet megoldani. Tehát én azt javasolnám, még ha, ha egyességgel is akarnak a felek válni, ez nagyon jó. Én akár kétszer-háromszor is adok együtt időpontot, hogy próbáljuk meg kialakítani ezt. De ezeket a járulékos kérdéseket, amiket felsoroltam, ezt be kell gyakorolni, hogy utána nyugodt szívvel leírhassuk, mert az bizony utána egy ítélt dolog lesz. És a kapcsolattartás az nem csak egy jogosultság, hanem kötelezettség is. Tehát ha ő neki minden második hétvégén, mert páros vagy páratlan hétvégén el kell vinnie azt a gyermeket, mert így állapodtak meg, akkor ha ő nem viszi el, anyuka pedig arra a hétvégére programot szervezett, akkor ezt azért érvényesítheti apukával szemben, ha ez nem is szól, egyszerűen csak elfelejt menni. De ilyen a gyerektartás díj is. Vagy azt is muszáj, mert azt is, még a BTK is bünteti. Tehát ha a gyermektartást nem fizeti, akkor az bűncselekmény. Ha a kapcsolattartást valaki akadályozza, akkor az sem csak polgárjogi vonzatokat hozhat. Én ahogy ismerlek téged, amit említettél is, utaltál rá, megpróbáld megoldani, vagy próbáld a terelni, hogy egyesség legyen, vagy inkább gondolják át, de akkor, ha már nem, akkor egyesség. De azért, azért ismerlek annyira, hogy, hogy te azért a kemény nők közé tartozol. Tehát te pontosan tudod, hogy azért valaki igazságtalanul támad és olyan ügyeket hoz egy bíróság elé, de azért nagyon keményen tudsz harcolni ügyfelekért. Tehát én ezt hallottam már mástól is, ami egyébként szerintem nagyon rendben van. Nyilván anyaként te másképp éled ezt meg. Lehet, hogy egy, egy férfi ügyvéd, aki, aki lehet még szingli, lehet, hogy másképpen éli meg ő is. De nyilván ilyenkor megszólal az anyai szív, és nyilván ettől függetlenül te ugyanúgy tudsz képviselni egy, egy férfit, vagy egy férjet is, nem csak egy anyát. Tehát már többet látsz szerintem, mint ők. És uh, még egy, egy utolsó kérdésem van ezzel a kapcsolatban, tényleg csak ilyen érdek, hogy ez mennyire uh, viszett haza ezeket az ügyeket? Tehát azért annyi annyi uh, gondot, bajt és, és tényleg keserűséget látsz az életben, hogy ezt, ezzel hogy lehet este lefeküdni ezzel a ezzel a tudattal? Két-három ilyen ügyel foglalkoz egy nap, hogy mész haza? Hát, uh, hogyha jobban belegondolok, akkor nincs is semmi gondom. <laughs> Igen, így. De igen, néha látok olyan dolgokat, ami, ami úgy hálás vagyok, hogy a mi életünkben nem köszöntött be, és nem okozott ilyen súlyos problémát, mint amikor már valami visszafordíthatatlan történik. Nóra, nagyon köszönöm neked, szerintem érdekes ö, dolgokat feszegettünk, és most ez a 2022. január 1. után megadott, ez a lehetőség, erre váltott gondoskodásra. Hát remélem, hogy lesz ö, belátó szülők, akik válnak, és abban meglátják a fantáziát, hogy nem egymás ellen, hanem a gyerek érdekében élni Végül. fognak ezzel a jókkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.